Kicsit kevesebb, mint egy évvel ezelőtt a péterévei adóhivatal korábbi helyiségei így néztek ki. Ma Óbecse község ifjúsági irodája beruházásának köszönhetően a helyiséget felújították, felszerelték, így összejövetelek helyszínévé válhat elsősorban a fiatalok számára, de Péteréve többi lakosa számára is. Óbecse község ifjúsági irodája a Péterévei Fiatalok a Falunkért Egyesület tagjaival folytatott beszélgetések alapján még a tavalyi évben megkezdte a helyiségek rendezését, mert ezt prioritásnak vettük mindazokra a problémákra, melyek a péterévei fiatalokat érintik. Mint ahogyan tudják is, rendbetettük a Tiszapartot és környékét a móló és a strandröplabda pálya kiépítésével. 350 ezer dináros beruházással pedig most felújítottuk a több évtizede elhanyagolt adóhivatal épületének helyiségeit Péterrévén. Ezáltal egy modern ifjúsági klubot hoztunk létre, ami nem csak egy helyiség, hanem egy ötlet is, amely az ifjúsági politikának köszönhetően jött létre, hogy a péterévei fiataloknak legyen egy megfelelő helyiségük az összejöveteleikre, ahol további ötleteiket, elképzeléseiket, projektjeiket és kezdeményezéseiket valósíthatják meg, melyek hasznára lehetnek a péterévei fiataloknak. A beruházás a Fiatalok a Falunkért elnevezésű nem kormányzati szervezet kezdeményezésének köszönhetően valósult meg, melynek elnöke Szabó Attila, aki elmondta, hogy bár az egyesület kapta a helyiségeket használatra a helyi önkormányzattól, mégis minden helyi lakos számára elérhető lesz. Falunkért ifjúsági csoporttal 2011-ben alakultunk, és 78-an akciónk volt ezen évek alatt. Rengeteg akciónk volt, ám nem volt egy olyan tér, egy közösségi tér, amit valóban a fiatalok, amit a civil szervezetek vagy a polgári kezdeményezések tudtak használni. De a terem nem csak miénk, hanem mindenki ebben a faluban, amit, aki akar valamit tenni a faluban. Azért, hogy ez a közösség együtt maradjon, megerősödjön, és hogy ne lehessen azt mondani, hogy a faluban nem történik semmi. Most már van egy ilyen termünk, van egy ilyen terünk, amelynek az ajtaja mindenki számára nyitva áll. Ugye rengeteg ötletünk és akciónk volt eddig is, és az ötleteinket szeretnénk tovább folytatni. Nyelvtanfolyamok, magyar tanfolyamok, szeretnénk babamama ilyen vásár szervezni, szeretnénk társasjáték délutánokat szervezni, és ugye minden helyi civil szervezetet szeretnénk belevonni a munkába, nem csak a fiatalokat, ugyanúgy a nyugdíjasokat, mindenkit a faluba. Mert szeretnénk azt elérni, közösen a közösséggel együtt, hogy megerősödjön ez a falu, azok, akik itthon maradjanak, azok tudjanak tenni a faluért, és ez csak együtt tud menni, összefogva, és erre most egy ilyen közösségi tér nyitva áll mindenki számára. Nagyon jó, hogy elkaptuk ezt a termet a Becse községtől, és használhatjuk ilyen ifjúsági célokra. Ez sokat számít a falunak, ahol a gyerekek össze tudnak jönni, és közösségi építő tevékenységeket tudnak végezni. Jó kis élmény volt a munkaakció is, így többször összejöttünk, hol többen, hol kevesebben, és együttes erővel felújítottuk ezt a helyiséget, és ez nagyon sokat fog jelenteni a falu számára. A helyi önkormányzat képviselői hétfőn egyúttal átadtak 20 futballlabdát, továbbá kapukat hálóval a Jedinstvo futballklub legfiatalabb csapatainak. Ugyanilyen sportfelszerelést kaptak Bácsföldváron és Csikérián is. Az ifjúsági klub megnyitó ünnepségét a Nemzetközi Ifjúsági Nap alkalmából rendezték, amit tegnap ünnepeltek világszerte. Ebből az alkalomból a megnyitón jelen volt Dragan Milić, tartományi sport és ifjúsági titkár helyettes is. 2018-ban a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság pályázat útján az ifjúsági irodák megsegítésére Óbecse község ifjúsági irodáján keresztül adománnyal támogatta a strandröplabda pálya kiépítését éppen itt Péterrévén. Ami Óbecse községet illeti, a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság 5,5 millió dinárt különített el különféle programokra, különféle pályázatokon keresztül, sportinfrastruktúrára és az ifjúsági politika fejlesztésére. Idén is már nyitva állnak a pályázatok a különféle ifjúsági politika megvalósítására, az ifjúsági irodák fejlesztésére és támogatására, és a különféle programokra is megvan az alap a tehetségek támogatására.
Mándics elmondta, hogy az ifjúsági iroda arra törekszik, hogy támogassa az egyének és az egyesületek ötleteit és projektjeit, melyek a fiatalok státuszának és programjának előbrevitelét és fellendítését szorgalmazzák. Egyúttal felszólította a többi település aktivistáit, hogy fejezzék ki prioritásaikat, problémáikat és érdeklődésüket, hogy az iroda választ adhasson szükségleteikre. A Szerbiai Vöröskereszt, valamint a Munkaügyi, Harcos és Szociális Kérdések Minisztériuma által nyújtott humanitárius adománynak köszönhetően Óbecse község 140 legveszélyeztetettebb családja élelmiszer és higiéniai termékekből álló segélycsomagot kap. Közöttük van Horváth Krisztina, 6 gyermekét egyedül nevelő édesanya is, akinek ez a fajta támogatás megkönnyíti mindennapjait. Nehéz helyzetben, nehéz körülmények között élünk, de nem csak mi, hanem mindenki más is. Én nem tudom, hogy másnak mit jelent, de nekem nagyon sokat jelent ez a segélycsomag. Legyen az kicsi vagy nagy, nekem egyformán sokat jelent. Bármit kapok, az nekünk jól jön. Krisztinával egyetért Fazekas Mónika is, akinek családja jelenleg 7 tagot számlál, de hamarosan újabb családtaggal gazdagodnak. 5 gyermekem van, és hamarosan újabb taggal bővül a család. Albérletben élünk a férjemmel és a gyerekekkel. Mit jelent önöknek ez a segítség? Ez a segítség nagyon sokat jelent nekünk, mivel albérletben élünk, ezért nem marad sok lehetőségünk vásárlásra. A segélycsomagok kiosztását a terepen a Vajdasági Vöröskereszt és az Óbecsei Vöröskereszt végzi. Az Óbecsei Szociális Munkaközpont pedig kijelölte azokat a családokat, akik megkapják a csomagot. Az Óbecsei Vöröskeresztben elmondták, hogy egy 4 tagú család 1 doboz ételcsomagot és 1 doboz higiéniai termékekkel ellátott csomagot kap, valamint 10 kg lisztet. Hogyha a család több tagú, lehetőségünk van arra, hogy 2 segélycsomagot adjunk át, mert 1 ebben az esetben nem lenne elég. Amit fontosnak tartok elmondani, az az, hogy nagyon örülünk annak, hogy 140 családon tudunk a segélycsomagok által segíteni. A csomagosztást augusztus 12-én kezdtük, és a tervek szerint az elkövetkező 3 hónapban realizáljuk majd, mivel vannak Óbecsétől távolabb eső településeink is, mint például Bácsföld, Vár, Péterréve, Csikéria és Milesevó. Úgyhogy majd meglátjuk, ha szükséges lesz, akkor nekik elvisszük a helyi közösségekbe a segélycsomagokat. A 4. Becsei Folk Fest első napját 8 néptánc együttes gazdag hagyományos népviselete, dalai és táncai jellemezték, akik Mexikóból, Egyiptomból, Grúziából, Magyarországról, Bulgáriából, Spanyolországból, Koszovó és Metóhiáról érkeztek, de felléptek a rendezvény szervezőjének, a Gyidó Kultúrkörnek a néptáncosai is. A 4 napos rendezvényen 3 kontinens, összesen 12 országa mutatkozik be. Első alkalommal vagyunk az önök országában, de lenyűgözőek a városaik és a fesztiváljaik, melyeken részt vettünk. Mellettem olyan népviseletet láthatnak, amely a nyugati régióhoz tartozik, konkrétan Jalisco államhoz, ahonnan a mariachi együttesek és a mexikói cowboyok származnak. Jobb felől láthatják, hogy néz ki a cowboy, balról pedig, hogy hogyan néz ki egy tipikus nő ezeken a tájakon. Ami a fellépést illeti, tengermelléki és jaliscoi táncokat mutattunk be. Először vagyunk Szerbiában, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen a szervezőknek, hogy meghívtak bennünket. A néptánc együttes Spanyolország déli részéről érkezett, a népviselet pedig Spanyolország több régióját tükrözi. Például a női népviselet manilai sálból, nagyvirágokból és hajcsatból tevődik össze. A spanyol néptánc népszerű hangszerével, a kasztanyettával lépünk fel. Önöknek tartományunk déli és északi táncait adtuk elő. És bár minden néptánc együttes egyformán minőséges és érdekes volt, Bulgária táncosai figyelemre méltó műsorszámmal kápráztatták el a közönséget. Ó,
We are here in this city. Mi Bulgáriából, Kazán lakvárosából jöttünk, amely úgy ismert, mint a Rózsák völgyének központja. Nagyon örülünk annak, hogy részesei lehetünk ennek a fesztiválnak, és hogy felléphetünk az önök városában. Nagyon izgatottak vagyunk. Bulgária két különböző régiójának táncaival és dalaival léptünk fel. Úgy gondoljuk, hogy a közönség élvezte az érdekes és energikus táncot. A keleti zene és tánc senkit sem hagyott közömbösen. A helyi önkormányzatban kiemelték, hogy nagyon büszkék arra, hogy ezekben a napokban Óbecse ismét a világ kultúrájának és hagyományának központjává válik. Azt gondolom, hogy a Becsei Folkfest és az Óbecse éjjel rendezvények a legfontosabbak, legalábbis ami Óbecse község promócióját illeti. Ez a bemutatkozás valójában hagyományos módon történik, és nem olyan jellegű, mint az Óbecse éjjel rendezvény. De mi azt is szeretnénk, hogy a lehető legkülönfélébb módon mutatkozzunk be, hogy az emberek lássák, mit is tudunk mi nyújtani. A Tisza és a Fantasztkastély mellett ilyen rendezvényeink is vannak. Szerdán este a házigazdák mellett felléptek Franciaország, Oroszország, Románia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó és Metóhia, valamint az Óbecsei Petőfi Sándor magyar kultúrkör néptáncosai is. Péter Éve lakosai a múlt hétvégén a kismoholi strandon ünnepelték meg a falu napját. A faluban az évente egyszeri összejövetel, a nemzedékek találkozójának szervezője az október 8-a helyi közösség, amely az évek során a sport, a zenei és a szórakoztató műsorok révén igyekszik minél több helybeli lakost összehozni a jó szomszédi kapcsolatok fenntartása céljából. Ez most itt az a 8. Péter Évei falunap. 3 éve tartjuk itt a Tisza partján, mert azelőtt a központban volt, és úgy láttuk, hogy jobb volna valami kellemesebb környezetben lenni, tehát nem egy beton rengetegbe, és ez a lakosságnak, vagy a résztvevőknek a közmegelégedésére, mert azért ez itt egy hűvös, kellemes környezet, víz mellett, úgyhogy mindenki örül neki, hogy ide áthoztuk, 3. éve vagyunk itt. Tartjuk itt a falunapot. Ez egy olyan alkalom, aminek mindenki örül, és mindenki várja, mert találkozunk, barátkozunk, és olyan emberekkel is találkozunk, akiket már nagyon-nagyon régen nem láttunk. A jelenlevők élvezhették a sportjátékokat, a gyerekek műhelymunkáit, a dalokat és a táncokat, valamint a hagyományos birkapaprikás főzőversenyen is részt vehettek. Mi minden héten jövünk a társasága, vagyunk itt többen, egy 20 ember, szoktunk sütni mindig ilyen csirke, malac, főzünk valami paprikás, tetszik nekünk ez a környezet, jó, itt van hűvös, kicsit van csónak, kicsit szokunk fürdeni, gyerekek tényleg élvezik. Nagyon jól érezzük magukat, minden évvel jövünk ide a társaságba, és akkor főzünk. Itt Péter Révén minden ilyen megmozdulásra jelen vagyok. Most, hogy a paprikás főzés, hogy valami titok, nem nagy titok, az egész jó minőséges hús legyen, alapanyagokat, azt meg ugye mellé megdolgozod most, hogy a titok az micsoda, a jó meg legyen főzve, ehető legyen, finom legyen. Ez egy nagyon szép manifestáció itt a Tiszán, hogy összejövünk minden évben, és tartunk egy ilyen falunapot, és itten barátkozunk, főzünk, elbeszélgetünk, és így elmúlik a nap, van egy szép napunk. Nagyon szépen meg van szervezve, tényleg hűvös is van. Én akárhon főztem idáig, a napon főtünk, sütünk, főzés mellett. Hát, csak jót tudok mondani. Minden évben itt vagyok ezen a rendezvényen, és nagyon szeretem ezt a rendezvényt. Persze mindenki ismer mindenkit. Tényleg nagyon jól érezzük magunkat. Ez a Péter Éve. Szívesen fogadunk minden vendéget jövőre is, és örülünk neki, hogy az ilyen jó meg van szervezve.
Ennek a rendezvénynek a jelentősége Óbecse községben sokrétű. Ezért a helyi önkormányzat idén is támogatta annak megvalósítását, mondta Dragan Tosítja, község első embere, aki egyúttal bejelentette azt is, hogy az elkövetkező időszakban erre a helyre még több asztalt és padokat terveznek elhelyezni, és egyéb tartalmakkal is szeretnék bővíteni a strandot. Itt lesz egy új gyermekjátszótér a jövő nyáron, és amit még tervezünk kiépíteni Péter révén, az egy futballpálya. A Partizánból azt a műfüves pályát szeretnénk ide áthelyezni, a Partizánban pedig kosárlabda pályát építünk majd. Ezt még az idei évben mindenképpen elkezdjük. A projekt már megvan, csak a megvalósítást kellett bizonyos más projektek miatt kissé lelassítani. De mindenképpen azért vagyunk, hogy segítséget nyújtsunk, és lesz majd még több minden is Péter Réve számára. Hangsúlyozom, ez egy olyan település, melynek lelke van. Az elmúlt 3 évben a tartományi mezőgazdasági vízgazdálkodási és erdészeti titkárság több mint 42 millió dinárt fektetett be a Péter Réve területén található mezőgazdasági és vízellátási infrastruktúrába, míg több mint 10 millió dinárt ítéltek oda a térségben regisztrált mezőgazdasági termelők számára a különféle pályázati vonalak alapján, mondta Vladislav Krszmanovics tartományi titkárhelyettes. A düllőutak és a sárlerázók kiépítésére több mint 10 millió dinárt fektettünk be a tartományi költségvetésből, és még 4 milliót a községi költségvetésből. Több mint 1,5 kilométer düllőutat építettünk ki, és 120 méter sárlerázót. A pályázati vonalon a vízellátási hálózat infrastruktúrájába, pontosabban a vízlecsapolásra több mint 6 millió dinárt fizettünk ki, és több mint 74 kilométeres hálózat lett kiépítve. 32,5 millió dinárt fektettünk be a vízvezetékbe, vízvezeték csövekkel együtt, melyben a tartományi titkárság több mint 25,5 millió dinárral vett részt. Ami a főzőverseny eredményét illeti, a 28 versenyző csapat legjobbja a Péter Révei testvérpár Pusztai Csilla és Lévai Eleonóra lett, akik a zsűri értékelése alapján 97 ponttal a legízesebb birkapaprikást főzték. A Gyidó Kultúrkör Bereginye énekegyüttese nyitotta meg a Nemzetközi Becsei Folkfest második estjét. A közönségnek alkalma volt élvezni a Pasjanka Kultúrkör néptáncegyüttesének fellépését, akik a koszovó és metóhiai Pasjanéból érkeztek, és akik ragyogó népviseletben gnyilanetái néptáncokkal mutatkoztak be. Másod ízben vagyunk itt. Ami boldogát tesz bennünket, és amivel a leginkább dicsekedhetünk, az a népviseletünk, amely abból a szempontból különleges, hogy teljes egészében kézi munkával készült. Erre vagyunk a legbüszkébbek. A romániai néptánc együttes, akik az ország északnyugati régiójából, Szalacsról érkeztek, vidékük táncaival és dalaival mutatkoztak be. Két tánccal mutatkoztunk be, az egyik az észak régióból, Szucsavából, Kodru településről való, a másik pedig Muravidékről. Először vagyunk ezen a fesztiválon, és nagyon jól érezzük itt magunkat. Tetszik a rendezvény. A fesztivál második estjét a trebinyei Alát városi kultúrkör tette még tökéletesebbé, akik a néptánc mellett fellépésüket ősi hangszerek megszólaltatásával fűszerezték. Субтитры создавал DimaTorzok
Hagyományos népviseletünk van, amely 100 éves múltra tekint vissza. Ez az eredeti népviselete ennek a néptáncnak. Természetesen hercegovinai táncokkal mutatkozunk be, és egy gyorsabb ritmusú tánccal is, hogy megmutassuk táncaink minőségét, és hogy egy teljesen más oldalunkról is láthasson bennünket a közönség, mint amilyenek vagyunk valójában. A közönség élvezhette továbbá a magyar néptáncokat is, melyeket az Óbecsei Petőfi Sándor magyar kultúrkör tagjai adtak elő, akik minden évben részt vesznek a Becsei Folkfesten. Nagyon szeretünk jönni, és mindig eleget teszünk a társainknak a felhívásának. A mai nap felcsíki és báskai táncokat fog táncolni a Csipelyke és Kis Cimbora tánccsoportok. Most épp felcsíki viseletbe vagyunk felöltözve. A női viselet ilyen fehér blúzos, fehér kötényes és ilyen vastagon szőttes anyagból áll. A férfi viselet meg általában székelyharisnyában, most mi fekete nadrágot húztunk fel a felvonulás véget. Franciaországnak szokatlan fellépése volt. A provincia művészei a balett elemei mellett érdekes színpadi kellékeket is használtak. Fából készült gerebjéket, vellákat és fonott kosarakat. We are going to present two dances. Két tánccal mutatkoztunk be. Bemutattuk, hogyan dolgoznak a farmerek a réten. A másik tánc koreográfiáját önállóan találtuk ki 10 évvel ezelőtt. 19. századbeli népviseletben táncolunk. Különben először vagyunk Szerbiában, és nagyon tetszik itt nekünk, mert az emberek kedvesek, az étel pedig ízletes. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk. Nagy szimpátiát váltott ki Isztra az oroszországi testvérváros Phoenix koreográfiai stúdiójának fellépése. A színpadon ragyogtak az Ohridi Biszeri néptáncosai is, akik a zsidó kultúrkörrel már több éves barátságot ápolnak, és akik a fesztivál harmadik napján is fellépnek. A grúziai, az egyiptomi, az oroszországi és a szlovéniai néptánc együttesekkel együtt, továbbá a pancsovai Stanko Paunovic kultúrkörrel és a házigazdák néptáncosaival is. Bár kevesebb, mint egy hónap múlva kezdődik az új iskolaév, az Óbecsei Petár Kónyovics zeneiskolába a beiratkozás továbbra is tart. Az eddigiek során ugyanis 289 diák iratkozott be. A zongora, a harmonika, a hegedű, a tambura és a gitárszak betelt. Betöltetlen még a szóló énekszak és a fúvós szak, amit valójában egy-két hónappal ezelőtt jelentettünk be, hogy lesz klarinét és szakszofon. Szak. Ezekre még mindig várjuk a jelentkezőket. A szólóinek szakra beiratkozhatnak azok a jelentkezők is, akik 12, illetve 13 évnél idősebbek. Az iskoláztatás nem 2 éves, hanem 4 éves, úgyhogy egy alapos és részletes zenei oktatást kapnak mindazok, akik ezekre a szakokra iratkoznak. Az érdeklődő szülők gyermekeiket az említett szakokra a hónap végéig irathatják be. Bővebb információt a beiratkozással kapcsolatban munkanapon 9 és 13 óra között kaphatnak a zeneiskolában. A Bácsföldvári Gradistánszki Lipicáner Lótenyésztők Egyesülete 7. alkalommal szervezte meg sikeresen a Fiákeres Napok rendezvényét Varga László tanyáján több mint 70 ló részvételével. A rendezvényen képviseltette magát a vajdasági lókedvelők szinte minden nemzedéke, akiket még a rekkenő hőség sem akadályozott meg abban, hogy nagy számban ellátogassanak a Fiákeres Napok rendezvényére, kinézőként, ki pedig résztvevőként. Nagyon meg vagyunk elégedve a résztvevők létszámával. Nem is gondoltuk, hogy ilyen sokan eljönnek, és az is meglepett bennünket, hogy sok új résztvevő van, akik eddig nem jöttek erre a rendezvényre. Ennek mi nagyon örülünk, mert ez azt jelenti, hogy az emberek tisztelik ezt a rendezvényt, és hogy támogatnak bennünket ebben.
A lovas rendezvényen 19 1-es fogat, 32-es fogat, 3 3-as fogat és 4 4-es fogat vett részt. A fogatokon kívül a felvonuláson 12 felnőtt lovas és 10 gyermeklovas is képviseltette magát. Az 1-es fogatúak és a 2-es fogatúak között a torontálalmási Boris Mijálkovszki bizonyult a legjobbnak. A 3-as fogatúak között a nádaljai Milan Kostic volt a legjobb, míg a 4-es fogatúak között a legjobbnak járó díjat a tiszaszentmiklósi Mladen Popov kapta. A Fiákeres Napok rendezvényének egyik célja, hogy a fiatalabb nemzedékre is átruházzák a lovak iránti szeretetet. Ennek a lovas sportnak a célja elsősorban a barátkozás, továbbá új emberek, új helyek megismerése, valamint szeretnénk mindinkább a gyerekeket bevonni ebbe a sportba, hogy hagyják a mobiltelefonokat és a számítógépeket otthon, és forduljanak inkább a lovak a lovas sportok felé, hogy rádöbbenjenek arra, hogy milyen szép az élet. A házigazda család, akik már 3 éve minden évben megvendégelik a résztvevőket és a látogatókat is, idén is gazdag ételkínálattal kedveskedtek a vendégeknek. Én vagyok a házigazda, az én tanyámon van, 3. évben megrendez ez a Fiákeres Napok. Idáig máshol volt, aztán ott nem engedték, akkor én felajánlottam itt az én tanyám ezt a helyet, hogy megfelelk, a kollégák úgy döntöttek, hogy megfelsőt, nagyon jó, és minden évben többen jönnek, úgy látom, most 3. évben legtöbben most vannak, amióta csinálják itt én nálam. 250 személyre főzünk gulást, birkagulást főzünk, és disznógulást főzünk. Ez is nálunk tradíció, ez van állandóan főzve. És akkor, mikor befejeződik, minden este van a vacsora. Van előtte sóskalács, majd még utána finom mákos kalácsot is felszolgálunk. Elég szépen megjelentek, örülünk, hogy annyian részt vettek. Többen, mint tavaly, talán azért, mert nincs máshol mai napon tartva lovas találkozó. Úgyhogy az idő is kedvezett ránk, nagyon szép idő van, süt a nap, úgyhogy meg vagyunk elégedve a résztvevők számával. Az Óbecsei Alapfokú Bíróság üzleti sikerei mellett kiemelkedő sportteljesítménnyel büszkélkedhet a 18. szerbiai bírói sporttalálkozón, amit június 24-e és 26-a között tartottak meg Kladovóban. A hagyományos sporteseményen minden igazságügyi hatóság, valamint számos szakszervezet vett részt. Az alap a fellebbviteli, az appellációs és a szabálysértési bíróságokon dolgozók, de a börtönök és a büntetőjavító intézetek, valamint az ügyészség alkalmazottai is. Mivel mi a köztársaság többi igazságügyi hatóságával szemben relatív kis munkaközösség vagyunk, pontosan ezért vagyunk nagyon büszkék az elért eredményeinkre. Ugyanis a nagyobb igazságügyi hatóságok 50, 60 vagy 70 versenyzővel érkeztek. Köztük voltak profi sportolók is, illetve olyanok, akik már hosszú évek óta sportolnak. Ezzel szemben mi 10 versenyzővel mentünk, de számos sportágban részt vettünk, és rendkívül figyelemre méltó eredményeket értünk el. A sportversenyen Nemanja Jovic volt a legeredményesebb, aki atlétikában aranyérmet szerzett. Nemanja legyőzte az összes börtönőrt és mindenki mást is, tehát a szerbiai igazságszolgáltatásban ő a leggyorsabb, aminek mi nagyon örülünk. Nemanja már kiskorától kezdve sportol, azaz futballozik, úgyhogy várható is volt, hogy figyelemre méltó eredményeket ér el. Amint egy 40 futó konkurenciájában elismerte, hogy nem volt könnyű győzni, főleg az utolsó 50 méter volt nehéz számára, amikor egy ugyancsak futballista és egy profi játékvezető volt a nyomában. Második alkalommal versenyeztem, tavaly szintén első voltam a saját konkurenciámban, csapatban pedig negyedikek lettünk, ezért nem kaptunk okleveleket. Akkor megfogadtam, hogy még jobb leszek, és hát végül idén sikerült győznöm. A pályaszakasz 800 méteres volt, több mint 40 versenyző startolt a szerbiai köztársaság minden bíróságáról. Külön örülök annak, hogy a futóverseny után közölték velem, hogy helyen van a Nemzetközi Igazságszolgáltatás találkozóján, melyen néhány ország versenyez a régióból, és én fogom képviselni Szerbiát atlétikában, mint a leggyorsabb szerbiai futó.
Az erős konkurencia mellett az Óbecsei Bíróság csapata a harmadik helyet ért el a férfiak versenyében csapatúszásban, de számos negyedik és ötödik helyet is szereztek, melyekkel nem jártok levél. De ha azt vesszük figyelembe, hogy több mint 60 csapat, mint egy 1000 versenyzője versenyzett, akkor ezeket az eredményeket valóban nagy sikernek lehet tekinteni. Az alapfokú bíróság szakszervezetének három nő képviselője is számos sportágban részt vett, melyekben szintén figyelemre méltó helyezéseket értek el, például pikádóban és futásban is. Én most vettem részt először ezen a találkozón. Először is nagyon jól éreztem magam, és jól szórakoztam. 400 méteres szakaszon futottam kolléganőmmel együtt, ahol csapatban negyedik helyet értünk el. Én egyénileg pedig ötödik lettem. Készültek-e külön erre a találkozóra? Nem mondhatnám, hogy különösen készültünk volna. Én valamikor atlétikával foglalkoztam, most már csak rekreatív módon futok. Tervez jövőre is versenyezni? Természetesen tervezek. Az alapfokú bíróság szakszervezetének 32 tagja van, közülük minden évben 25-30%-uk munkájuk szervezettségétől függően képviselik az Óbecsei Igazságügyi Intézményt, de városunkat is ezeken a hagyományos sporttalálkozókon. Az Óbecsei alapfokú bíróság szakszervezete úgymond egy újra alakított szervezet, mivel a bírósági reform lehetővé tette, hogy megalakuljon a szakszervezet, ezért mi önállósultunk és megalakultunk. A bíróságon dolgozók majdnem mindegyike tagja a szakszervezetnek is, a bírókon kívül persze. Magának a szakszervezetnek az a feladata, hogy óvja a dolgozók jogait és kötelességeit. Továbbá egyik feladata pontosan ezeknek a munkán kívüli tevékenységeknek, találkozóknak a megszervezése is. Különféle találkozókat és sporttalálkozókat szervezünk. Továbbá kedvezményes vásárlásra is lehetőségünk van, valamint mindenféle kommunikációra, ami a munkaadót és a dolgozókat illeti. Vannak bizonyos bíróságon kívüli találkozóink más bíróságokkal, például a zentai alapfokú bírósággal van egy hagyományos éves találkozónk, amely során egyszer Zentán, egyszer pedig Óbecsén találkozunk, barátságos versenyeket szervezünk ilyenkor. A nagybecskereki és az újvidéki alapfokú bírósággal is folynak a megbeszélések, hogy ők is bekapcsolódjanak. Az év során több akciónk és aktivitásunk van, melyek során a legfontosabb, hogy az emberek megismerjék egymást, hogy barátkozzanak, tapasztalatot cseréljenek, és hogy egészséges életmódot folytassanak.